Kötetlen beszélgetős délutára vártak ismét mindenkit a Tarsó Ifjúságért Egyesületnél. A Közéleti Klub programsorozatának soron következő vendége Sie Sándor volt, akinek pályafutását és életszemléletét ismerhették meg az érdeklődők. Kitűnő munkatárs volt. Az újságíróként is gondolom, hogy az. Volt is most egy 2 évvel ezelőtt egy együttműködésünk, amikor a Tarsó Ifjúságért Egyesület a Honvéd Hagyományúzó Egyesülettel együtt kiadta a katonapolitikát, akkor például az interjúkat ő csinálta, és abból is látszik, hogy egy profi újságíró. Egy este, amikor a kérdező válaszol, ha TUD címmel megrendezett délután során, a város egyik legnépszerűbb újságírója jövőbeli terveiről is beszámolt a résztvevőknek. Rengeteg terve van, alig 74 évesre leszek csak, tehát még van időm bőven, szeretném csinálni a podcastjaimat, van egy boros blogom, a Magyar Borszakírókörre tagja vagyok, ami hatalmas megtiszteltetés, meg az egész országban 18-an vagyunk csak. És ezt a blogot szeretném csinálni, meg hát van már 3-4 majdnem elkészült könyv, meg félig elkészült könyv, azokat is kéne csinálni, csak hát kiadót kellene találni hozzá, ami a legnehezebb. Megírni könnyebb, mint kiadót találni hozzá. Az eseményt bárki visszanézheti a Tarsó Ifjúságért Egyesület Facebook oldalán.